kedves ikrek, mérleg, vagy épp vízöntő jeggyel rendelkezőek, megnézzük, hogy az őszi napi egyenlőség és az azzal kezdődő időszak, az a 3 hónapos időszak, amúgy a téli napfordulóig tart, az milyen lehetőségeket hoz számotokra. Mi fog veletek történni ebben az időszakban? Ugye az őszi napi egyenlőség az arról szól, hogy hogyan tudjuk, vagy hogyan kell, hogyan lehet, ki hogyan áll hozzá, ugye, a harmóniát létrehozni, megerősíteni, vagy éppen megteremteni az életünkben. A fény és a sötétség, a férfi és a női energia, a rossz és a jó, a hasonló kétpólusú dolgok, hogyan kerülhetnek egyensúlyi állapotba az életünkbe. Sokkal inkább egy befelé figyelős időszak, de na is erről beszélünk. Nézzük meg, hogy konkrétan mit mondanak a kártyák. Néhány orankorum kártyát már kihúztam nektek, de természetesen ide van készítve a tarotpaklis, abból is kaptok majd kártyákat. De hát itt az első, amit egyből láthatunk, az már maga a tudatosság, egy nagyon erős hold energiával. És mivel azért tudom, hogy itt lesz majd nektek Imhotep is, és sok más kártya is megerősíti majd azt, hogy ez a tudatosság, ez mindenféleképpen egy előre mutató tudatosság. Mármint, hogy a jövőtök szempontjából valami nagyon is rajta vagytok, rajta lesztek. Lehet, hogy ti magatok kezdtek el dolgokat majd ebben az időszakban, vágtok bele új dolgokba, illetve hát majd mondom, hogy nem egészen új dolgokba, új szinten dolgokba. Az is lehet, hogy majd a sors hozta elétek, rak bele titeket szituációba, vagy dobja elétek a lehetőséget. De itt mindenféleképpen itt van az, hogy ti ezzel tudatosan élni fogtok, illetve hát, hogyha valakinek ehhez kell egy kis tanács, akkor meg ez a tanács, hogy ezt tudatosan álljatok is hozzá, mert ez szükségeltetik a jó eredményekhez. Szükségeltetik az, hogy egy picit előre lássatok, a jövőbe lássatok, úgymond, hogy oda tekintsetek, tehát, hogy olyan dolgokat is számításba vegyetek, amiket mondjuk mások nem, vagy nem feltétlenül nyilvánvalóak. Olyan dolgokkal is számoljatok, amik addig adott esetben nem voltak a látókörötökbe, illetve olyan idézőjelben láthatatlan dolgokkal is számoljatok, aki már ugye szeret az energiákkal dolgozni, jobban érzi azokat, erősebb intuíciói, megérzései vannak, azoknak jöhetnek ezek a láthatatlan üzenetek is, amik megint tudnak csak titeket terelgetni, illetve iránymutatóként ott lesznek majd körülöttetek. Egyébként még az hangoszonál, hogy a holdkő az ez a kártyához tartozó kártya, az nagyon sokat tud segíteni a tudatosságotok maximális kihasználásába. De még egyszer mondom, tehát itt a tudatosság az nem az egót jelenti, hanem az, hogy tényleg beleálltok olyan helyzetekbe, tudatosan választotok bizonyos helyzeteket, illetve bizonyos helyzetekbe, ha belecsöppentek, nagyon tudatosan kezditek azokat irányítani, kezdetek élni a lehetőséggel. Hát értsd, nem meg hátráltok, vagy megriadtok a kihívásoktól, az esetleges azon küszöböktől, amik elétek kerülnek, és bizony ez a kényelmi zónátok, hanem tudjátok, hogy az elérendő dolog, a vágyatok, a céljaitok, az elképzeléseitek, az, ha ott van a küszöbön túl, akkor bizony hozzá az kell, hogy átlépjétek a küszöböt, és bizony, akkor nem is tétováztok, és nem is hezitáltok. A körbe-körbe kártya itt a következő, és tulajdonképpen ezért is mondtam, hogy bizonyos dolgok újként, vagy új szinten, mert új tudatossági szinten álltok dolgokhoz. A körbe-körbe kártya az azt mutatja, hogy azért, akinek ezzel még komolyabb gondja van, az megélheti úgy is, hogy na már megint itt tartok, na már megint ez történik. De igazándiból ezekbe pozitívan, tudatosan belelépve azt jelenti, hogy oké, tudom, hogy ebben még tanulni valóm van, vagy valami nem jól sikerült, akkor még egyszer nekifutok, többet megértve, többet megtapasztalva, még egyszer végigmegyek ezen az úton, a jobb eredmény reményében, és egyébként ez a kártya mutatja azt, hogy aki ettől nem óckodik, aki ebbe tényleg tudatosan belelép és belekezd, az mindenféleképpen úgymond meg is fogja kapni ennek a jutalmát. Mármint hogy egy szintlépés van
ezzel a kártyával. Tehát itt nem körbe-körbe fogtok járkálni, sehova se jutva, ám bár mondom, lehet így érezni is, de akkor ugye nem volt eléggé tudatos néhány döntésetek. De aki kezébe veszi a dolgok irányítását, és hát odafigyel olyan tényezőkre is, amik nem nyilvánvalóak, ugye, az nagyon jól tud szakítani régi mintákkal. Lehet, hogy még egyszer végig kell valamit csinálni, lehet, hogy végig kell valamit menni. Ez olyan, mint amikor még egyszer végigolvastok egy könyvet. De mondhatjátok, hogy már megint ugyanazt a könyvet kellett végigolvasni, de most már megértetek belőle olyan dolgokat, amiket addig nem, és ezek a dolgok lényegében tudnak segíteni, mint az összes addig megértett ugyanabból a könyvből. Tehát itt egy lecke újrajátszása, újraélése van, mert valamiket nem integráltatok eddig magatokba, és az most fog megtörténni, most értetek meg nagyon sok mindent, de ez kell ez a tudatosság. Növeli is egyébként a tudatosságotokat, de néhány esetben talán kell is, hogy még egyszer felvállaljátok ugyanazt a ciklust, és azt mondjátok, hogy oké, akkor még egyszer belevágok, belekezdek. És nagyon jól le tudtok tenni olyan negatív, régi beidegződéseket, akár nézőpontokat is, de lehet, hogy maga a szintlépéshez is kell is ez, tehát kell is egyfajta törekvés is, hogy a régi nézőpontokkal tudjatok szakítani. Mert aki nem lép tudatossági szintet, az tényleg, még egyszer mondom, körbe-körbe fog járni, sehova se jutva. Vagy akár visszafelé is mehet. De aki tud változtatni, az elérhet. Jobban csinálhatjátok, jobb eredményekkel. Itt van a Work Your Light pakliból a belső templom kártyája is. Ez ugye a szív portál kártyája. Ezt a befelé figyelést mutatja. És egyébként majd Imhoteppen lesz nagyon szép. Lehet, hogy ki is teszem őket, kettejüket így egyszerre. Olvasom. Ugye a belső templom kártya az arról beszél, hogy legyünk odaadóak, hangolódjatok a szív portálotokra, tehát a szív szavára, a szív hangjára, tehát befelé figyeljük, ugye mondtam, ez az időszak egyébként is az, amikor elkezdünk befelé figyelni. Ez az, amivel az egyensúlyt létre tudjuk hozni, és azért szép, hogy itt van Imhotep, mert ő pedig kifelé áramlik. Nem kifelé figyel, mert azért ő nyilvánvalóan egy nagyon magas minőség, nem kifelé figyel, és a luxusnak és a látszatnak él, hanem belülről kifelé áradást látunk itt. Tehát a szívetekre hallgatva, ott megértve, akár sok dolgot ott integrálva tudtok olyan döntéseket meghozni a saját életetekkel kapcsolatban. Egyébként, mert itt majd itt lesz az otthonkártya is. Tehát a közvetlen a saját személyes teretekre, életetekre ható döntéseket, változásokat tudtok elérni ezáltal az integrálás által, ami azért egy nagyon magas fényminőséget hoz, hogy ne hozna, hiszen egy szívből jövő elképzelés, vágy, terv, az elkezd kifelé áramolni és megnyilvánulni körülöttetek. Itt egyébként nem a vágyainkról, meg az álmainkról van szó olyan értelemben, hogy, tehát mit tudom én, ilyen hívságokról beszélünk, vagy luxusokról beszélünk, hanem azért valami szívbeli vágy, tehát valami olyan, ami egy nagyon tiszta érzelmi energiával van telítve. Tehát ami az életutatokhoz, az élet célotokhoz illik, hogy mondjuk egy segítő szakmát tanulni, hogy másoknak segíteni, hogy másokat támogatni, vagy akár csak a családotokban, a szeretteiteknek, a gyermekeiteknek létrehozni valamit. Tehát itt az életutatokkal, az életfeladatotokkal van, az kapcsolatos dolgokról van szó, lelkiindítatású dolgokról van szó, olyan dolgokról, amiket mondjuk lélekszerződésetek van rá a szeretteitekkel, hogy ezt megéljétek, megtapasztaljátok, adott esetben akár megadjátok egymásnak. Adott esetben rájöttek, hogy ilyen dolgok eddig miért nem sikerültek. És akkor jön az a felismerés, és jön az a tudatosság, ami meg tudja nyitni a szív portálotokat, és sok minden feljöhet onnan, de a lényeg az, hogy ezeket tudjátok rendezni. Lényeg az, hogy ezekre tisztában rá tudtok látni, akár konkrétan vágyaitokról, és hogy mi az, ami tényleg szükséges, és mi az, ami nem. Mi az, ami igazi elköteleződés a részletekről, és mi az, ami nem. És innentől kezdve sokkal aktívabbak lesztek, sokkal eredményesebbek lesztek.
És hát azért majd itt fölbukkan az örömkártya is egyébként, hát itt spoilerezek nektek egy picit, de egyébként ez már ezzel a kártyával is itt van, mert például szólhat erről is, hogy hogyan találhatok több örömet a munkámba, az otthonomba, az életembe. Tehát hogy vihetek bele több könnyedséget, hogy ne legyenek bizonyos dolgok olyan nehezek, érzelmileg fárasztóak, vagy lelkileg, vagy mentálisan fárasztóak. Tehát itt azért nem feltétlenül csak a körülmények változásáról, változtatásáról van szó, szóval egyébként nálatok az is ide tartozhat, de vagy ettől függetlenül, vagy ezzel együtt, ugye? Arról is van szó, hogy hogyan éritek meg azt, ami közvetlenül megnyilvánul körülöttetek, amiben úgy benne vagytok. És hát igazándiból a szívünkben minden ilyen irányú kérdésre ott van a válasz. Tehát nagyon jól teszitek, hogyha belőle figyeltek, és magatok belső indítatásaiból hoztok létre egy jövőképet. Mert Imhotep, ahogy már mondtam, egy ősi azon túl, hogy egy ősi bölcsességet képvisel nyilvánvalóan, ugye ő egy látnok, a jövőt nagyon jól meg tudja látni, nagyon jól meg tudja tervezni. Az ősi és a modern dolgokat nagyon jól tudja ötvözni. Mit jelent ez? Hát szintlépés. Nem elhagyva, tehát ez a spirális, nem elhagyva a régi dolgokat, de az új dolgok, az új szinten lévő dolgokat, ezeket tudja ötvezni. Tehát nem lesztek elveszve itt a nagy változások között. Egy nagyon jó kompromisszum, készség, áthidaló energia van itt. Tehát láthattok majd itt a régi és az új között feszültséget, miért ne láthatnátok, de ha igen, akkor Imhotep tud segíteni ebbe, és a szíveteket követve, és nagyon jól össze tudjátok egyeztetni, akár az ilyen szélsőséges dolgokat is. Ugye itt már a harmóniát látjuk, ősi és modern, tehát van már egy ilyen rálátásunk, hogy vajon mi is lehet nálatok itt a napi egyenlőség üzenete, amikor a két ellentétes pólus harmóniába kerül. Itt már láttunk egy ellentét pólust, a nő és a férfi energiákban is egyébként, úgyhogy ezek az területek mindenféleképpen érintettek lehetnek nálatok. Tehát ha váltani akartok, tényleg régi munka, otthon, párkapcsolat, bármi, azt nagyon szépen le tudjátok vezényelni, nagyon szépen egyik állapotból a másikba át tudjátok vinni és ültetni a dolgokat magasabb szintre. Tehát Imhotep azért egy korszakalkotó energiát mond a maga idejében, és nektek is így, tehát ti is valahogy a saját életetekben egy ilyen korszakalkotó időszakot éltek, és indítotok el olyan változtatásokat, elsősorban magatokban, és aztán mindenféleképpen nálatok, mindenféleképpen magatok körül is, mert ezt mindig mondhatjuk, tehát ha belülről változik valaki, akkor biztos, hogy a környezete és a környezetében is leképződik az. De itt nálatok, ahogy mondtam, konkrétan lesznek majd kártyák, amik mutatják, hogy ez kihalt a környezetetekre, és valószínűleg egyébként ez tudatos nálatok, tehát szándékosan is szeretnétek néhány olyan tényezőre hatni majd ebben az időszakban, amivel kapcsolatban érzitek már, hogy tényleg egy helybe toporogtok, és tulajdonképpen azon a szinten a dolog nem fogja megoldani önmagát, nem fog változás eszközölődni, tehát azt csak ti tudjátok elindítani, csak ti tudjátok létrehozni. Bármi, amivel kapcsolatban látjátok az életetekbe, vagy akár társadalmi szinten is, ha ott tevékenykedtek, tehát látjátok, hogy nincs rendben, nem jó úton halad, nem oké, ami történik, ott most sokkal tudatosabban fogtok bizonyos dolgokat, bizonyos változásokat, előremutató változásokat eszközölni, úttörő jelentőségűeket, hát nyilván mindegyik a maga területén. De itt viszont már ez egy férfi energia, tehát látjátok ezt a rengeteg napenergiát, egyébként nagyon szépen az ősz színeiben is pompázik ez a kártya, úgyhogy tökéletes nektek erre az időszakra. De ennek ellenére látjuk ezt a nagyon erős maszkulin energiát, ezt a kiáramló, cselekvő, aktív energia. Igen, tehát hogyha ezt a változást akarjátok, akkor aktivizálni kell magatokat, cselekvőnek kell lennetek, tehát már úgy értem, hogy kezdeményezőkésznek kell lennetek, és bizony, ehhez valahol meg kell találnatok az energiát. Ha úgy érzitek, hogy ez kevés, hogy ez nincs meg bennetek, akkor nyilvánvalóan a szívcsakrával való munka tud ebben segíteni. Nyilvánvalóan az időszaknál fogva, tehát itt az őszinapi egyenlőségnél fogva természethez való közelebb kerülés, az megint csak tud nektek segíteni, tehát minél többet vagytok kint a természet,
természetben az annál jobb, az annál több hasznot hoz majd nektek erőnlét szempontjából is, fizikai, mentális és lelki erőnlét szempontjából is, illetve ahogy már elhangzott, hogy a hold kő is tud nektek segíteni. A holdkővel kapcsolatban viszont figyeljetek oda, mert ez megint egy olyan ásvány, ami nagyon gyakori, nagyon keresett, és nagyon sok szintetikus változata van jelen a kereskedelemben, tehát figyeljetek oda, hogy tényleg olyan holdkövet vegyetek, ami természetes, hogyha szeretnétek vele dolgozni. Jönnek az őrzők kártyák, ebből éppen hármat is kaptatok, és ahogy mondtam, az egyik az öröm, a nyár kártyája. És hát igazán olyan szépen rezonál Imhotep-pel is, mert pont ugyanúgy a magabiztosságról, erről az energetizált állapotról beszél, amit itt elérhettek, és egyébként néhány dolgotoknak valószínűleg ezt az energiát át is akarjátok adni, mármint hogy olyan nagy energiával rendelkeznek ezek a dolgok, és ez a változás ne lassú változás legyen, hanem tényleg legyen egy tempós üteme. Ez eddig azért egy eléggé munkás, egy elég komoly olvasás volt, bár itt az örömöt azért már hoztam, és itt megint ugye megjelenik, tehát nem csak ezek a komoly dolgok lesznek jelen az életetekben, illetve meg lehet, hogy pont azért is vannak jelen az életetekben, hogy több öröm, több fény, több könnyedség, az élet nagyobb élvezete legyen jelen a számotokra. Ez a kényelemtől, a komforttól magatok vagy szeretteitek számára, sok mindenre kiterjedhet, de lényeg az, hogy a nyárnak ezt az energiáját érezzétek át, a bőségnek ezt az energiáját érezzétek át. De hát ugye a bőség az természetesen már itt van a Föld anyával is. És itt van mind a kettő a gyönyörködő, tehát egy vénuszi energia, tehát itt adni akartok, teremteni akartok, fizikai szinten is teremteni akartok, nem az az indítatás, tehát nem az anyagiak birtoklása az indítatás, de igen, megjelenik ezekkel a kártyákkal, és akkor hát most hozzuk ide az utolsó kártyát a tarot kártyák előtt, amit már kihúztam. Hozzuk ide az otthon kártyát, és mert azért ez is egyfajta fizikai, ez egy tökéletes példa. Az otthon mind épület, ez egy fizikai dolog, de igazániból a lelke a lényege, az a lélek, az a szív, amivel ti megtöltitek. És igazániból ez itt a fontosabb, de hát nyilván ez formát fog ölteni, ez meg fog jelenni valamilyen formában nálatok. Sokatoknál ez az otthon lesz, de egyébként bármely olyan külsőleg megjelenő szimbólum, tárgy, tényleg ingóság vagy ingatlan, ami messze túlmutat számotokra jelentéstartalmát, vagy szimbolikáját tekintve, vagy a számára, akinek mindazt adjátok, vagy létrehozzátok, vagy segítetek létrehozni, tehát messze túlmutat azon, hogy ez valami fogható és birtokolható. Jó, mert tulajdonképpen a haladást jelképezi, valahogy a fejlődést jelképezi, valahogy az elmozdulást, tehát ad nektek valami olyat, ami megnyugtató a szíveteknek és a lelketeknek. Nem azt mondom, hogy reményt ad, de valahol ez is itt van. Tehát lehet, hogy egy ilyen olyan indítatás van mögötte, hogy egy ilyen nehezebb időszak, vagy egy nehezebb út, és tulajdonképpen ez valahol szimbolizálja azt is, hogy igen, haladunk, igen, előre lépünk, igen, jönnek jó dolgok is az életünkbe. Tehát lehet, hogy megvan ez is a háttérben, de akkor ez is valamilyen értelemben egy szintlépés nálatok. Szólhat egyébként önmagatok megvalósításáról is, de akkor azt megint, tehát annak megint van egy olyan vonulat, hogy akkor többet keresek, és hogyha többet keresek, akkor az otthonomat is, illetve a környezetemet is szebbé, jobbá, kényelmesebbé tudom tenni. Tehát értitek az összekapcsolást, tehát ott is az önkifejezésről van szó, de mivel a szellemet mindig követi az anyag, ez mindenféleképpen meg fog anyagban is nyilvánulni nálatok, de itt a szellemiség a lényeg. A terjeszkedés, a többletenergia, tehát azért itt van valami fajta, tényleg ez az aratás szimbólum, amikor betakarítom a gyümölcsöt, de nem felélem mindet, hanem félre is teszek. Tehát valahol tényleg ez a bőség, ezek a tartalék energiák itt.
És lehet, hogy néhányan tényleg azon is munkálkodtok, hogy anyagi szinten legyen egy tartalékotok, vagy legyen egy nagyobb tartalékotok, vagy legyen egy kényelmesebb, tágabb kereteket biztosító életetek önmagatoknak, vagy szeretteiteknek, vagy akár tényleg valaki másnak segítesz mindebbe, mármint, hogy kiteljesedjen valamibe. Itt a növekedés és a teljesedés energiája nagyon jelen van, de még egyszer mondom, mert nem győzöm hangsúlyozni, egy nagyon szép szeretet energiával telítődik meg, és talán ez a tudatosságot is ez emeli igazándiból, mert talán sok minden olyanra is inspirál, sok minden olyanhoz lendületet ad számotokra, amire talán egyébként nem lenne elég indítatás, vagy nem lenne elég szándék. Tehát van itt, vagy lehet itt egy körülmény, egy tényező, amiért mindezt megtenni és meglépni nem olyan nagy áldozat, vagy nem nehézség. Pedig azelőtt lehet, hogy az volt, vagy lehet, hogy azelőtt csak az indítatás hiánya miatt nem történt itt valami, de mondom, tehát itt volt már néhány kör, és most tudtok ezekből a körökből valahogy kilépni. Tehát most juttok feljebb egy vagy akár több szintet is. A tükör energia az egyébként, hát nem véletlen, hogy a hold és valahol mindegyik vízenergia, a hold is hova tovább tükrözi a napfényét, és hát ugye itt pont volt egy holdfogyatkozás is pár nappal, négy nappal a napi egyenlőség előtt, tehát egy olyan időszakban vagyunk, ahol ez a tükröződés itt van, ahol itt vannak az adott esetben az akadályok, hogy jól láttuk eddig, nem jól láttuk eddig magunkat. Szóval a tükörangyal, a tükörőrzői az persze, hogy mondja azt is, hogy hát valahol a tudatosságról beszél megint, hogy szálljatok időt, hogy tudatosítani dolgokat, tudatosítani a saját képességeiteket, készségeiteket. Elsősorban annak szempontjából, hogy mi az, amit már meghaladtatok, vagy meg tudtok haladni. Jelenleg az életetekben, megint mondom még egyszer, olyan dolgok, elsősorban olyan dolgok szempontjából, ami eddig nem ment, ami eddig nem sikerült fölmérni, meglátni, lecsekkolni, visszajelzést kapni magatoktól, vagy az élettől, engedni, hogy az éles visszajelzést adjon, de hát ugye ehhez kell az, hogy tudatosan belálljatok helyzetekbe, hogy ez már ez is megy, hogy ebben fejlődtem, hogy itt tudok lépni, hogy itt van változási lehetőség. Jó, hogy ne ragadjatok bele ebbe a mókus kerékbe, hanem tudjatok abból kilépni, de ahhoz, hogy a mókus kerékből ki tudjon lépni valaki, hát kell az, hogy észrevegye, hogy ő nem mókus, vagy már nem mókus. Tehát kell, itt mindenféleképpen kell az, hogy egy reálisabb én képetek legyen, hogy ne gondoljátok, hogy a dolgok, ti vagy a körülmények ne tudnának változni, vagy ti ne tudnátok a körülményeken változtatni. Tehát ezért kell itt nagyon mélyen egyébként belenézni a dolgokba, ennek kell tudat és a tükörkártya is azt mutatja, hogy ezt fogjátok majd megvizsgálni, és ezt láthatjátok, hogy ezek milyen módon lehetségesek, lesznek lehetségesek, vagy lehetségesek most már az életetekbe, szembe azzal, ami eddig volt. Hogy milyen messzire nyújtottatok, hogy mennyi minden változott, és még mennyi minden változhat, ha esetleg ez nehezen megy, akár írjatok is egy listát erről. Tehát ezt minél tisztábban, világosabban, önmagatok tudomására hozzátok. Tehát itt úttörő energia volt, hogyha van ezzel kapcsolatban egy gát, akkor ezt így le kell törni, mint az úttörők. Tehát itt törni kell, meg lehet a dolgokat, ha nem megy magától is könnyedén, de nagyon megéri akkor törni. És hát megint a hiedelmek, a minták, a gondolkodási minták meghaladása, túllépése. Tehát ez megint nagyon itt van ezzel a kártyával is. Tehát ez nagyon jó, hogyha ezen dolgoztok, ha ezen azóta elindultatok, ha meg nem, akkor pedig üzenik a kártyák és az égi segítőitek, hogy ez elengedhetetlen. A szintlépéshez, a pozitív irányú változtatáshoz ez elengedhetetlen. És ha ez valamit újra kell kezdeni, újra kell csinálni, de egy jobb eredménye, akkor igen, ebbe bele kell menni újra. Nem szabad... Igen, ez a kitartás kell hozzá, mint az édesanyáknál, hogyha van egy olyan szerencsétlen eset, egy nagyon sajnálatos, nagyon fájdalmas eset, hogy elveszíti valaki a babáját, vagy nem tud, nehezen tud teherbe esni, mégis mindig újra megpróbálja. Mert ott is, hát akkor a szívbeli energiák működnek, tehát ott a szívportálnak a
jelentősége ezen a példán keresztül nagyon jól látszódik, hogy, hogy micsoda szeretet energia kíván itt megnyilvánulni bennetek is. Tehát nektek is ez valami olyan projekt, ami, ami ennyi szeretett energiával van megtelítődve. Tehát ilyen, nem össze akarom a két dolognak a jelentőségét vonni, mert persze más-más lehet különböző nézőpontokból, ugye attól függően, hogy kinek melyik aktuális, de itt reszkés szintileg beszélünk arról, hogy. Tehát kinek-kinek a saját életszakaszában az élethelyzetéhez képest az ugyanolyan magas szintű energia, ugyanannyi szeretettel telítődik, és ugyanolyan meg szeretne megnyilvánulni, való vágy van itt. És még egyszer mondom, a fizikai dolgok, az anyagi dolgok, a környezetetek, a boldogság, az öröm, a felszabadultság, a bőségtudat, tehát ez mind-mind valahol összefügg ezzel. Hogy teremtek, hogy létrehozok, hogy létre tudom hozni, hogy meg tudom adni. Tehát egy nagyon szép teremtés, hogy megfogom bennetek egy elképzelés, egy vágy, hogy valami jobb legyen. És azt, és azt mentek és csináljátok addig, amíg el nem éritek, meg nem alkotjátok, amíg az az öröm, ami pont a létrehozással együtt jár, az meg nem élhető a számotokra. Mert hát azért látjátok, hogy itt a földanya kártya is, tehát arról beszél, hogy érezni, hogy szeretnek, hogy védelmeznek, hogy gondoskodnak rólatok. Ezek lehettek ti, akik szeret védeni és gondoskodni akar, de egyúttal ti is vagytok, akik szeretve, védelmezve és gondozva vagytok az égi segítőitek által, de ezt ti szeretnétek továbbadni. Tehát ezt nem csak belül megérni szeretnétek, és meg is fogjátok belül élni egyébként ebben az időszakban, hanem ahogy mondtam, tehát ezt ki is akarjátok sugározni, és át is akarjátok adni azoknak, akik számotokra fontosak, illetve azokon a projekteken keresztül, amik most ennyire fontosak számotokra. És nem számítanak a kihívások, és nem számít, hogy egyszer-kétszer volt már ilyen irányú törekvésed, akár konkrétan ugyanilyen, akár ennek mentén, más formában, más szereplőkkel, más történésekkel lehet, de a lényegi, a mag lényege az ugyanez volt. És hát az otthon kártya az megint, ami elhangzott eddig, tehát azokon túl itt látjátok a szívárványt, tehát itt is megjelenik ez a kreatív, ez a szórakoztató, ez a mókás, ez a biztonságos, és ez a tökéletes, ez az idilli otthonkép, de itt ez a hazaérek kép. Ez lehet, ahogy mondtam, fizikai, de lehet ez érzelmi is, tehát olyan életet élek, amit szeretnék, vagy olyan munkám van, ami kreatív, és ami ezáltal megint azt az érzést nyújtja nekem, hogy na, azt csinálom, amit szeretek, azt teszem, amire születtem. Tehát ez a helyén van az életem, vagy jó kerék, hogy mondják ezt? Jó irányba halad az életem? Nem azt akartam mondani, de ez is egy jó kifejezés, tehát, hogy jó irányba halad az életem. És azért itt ezzel a kártyával, azért akár kiről is van szó, megjelennek azok az egyéb szereplők is, akik egyébként mindezt megint látják, mindezt megint élvezhetik közvetlen vagy közvetlen. Tehát ez messze túlmutat arról, vagy azon egyébként, hogy ez csak rólad vagy rólatok szólna. Jó, tehát azért is mondom, hogy azért ez itt végig itt van, hogy ez a te belső munkád, ez a te gyermeked, úgymond, ez a te elképzelésed, a te ötlet, az a te törekvésed, de ezt nem magatoknak szeretnétek, vagy nem kizárólagosan és csak magatoknak szeretnétek. Egyébként ezzel a kártyával megint itt van, tehát megint az, hogy méltányos legyen, hogy odafigyelek, gondoskodok mindenre, mindenkire, néhányatoknak ez a környezet is lehet. Egyébként, mert itt a víztakarékosság, a napenergiája, tehát nagyon itt vannak ezek a teljesen modern dolgok is, de itt ugye modern dolgok, de itt megint nem azért, mert ez modern és trendy, meg fancy, hanem azért, mert odafigyelek a környezetemre, mert azt akarom, hogy minél fenntarthatóbb legyen, azt akarom, hogy minél természetesebb legyen, azt akarom, hogy nem használjam ki a környezetet, ne használjam ki az erőforrásokat, hanem adjak is, illetve azt használjam, amit tulajdonképpen kapok, és ne pedig elvegyek. És egyébként ez más területen is igaz lehet itt, ez a szellemiség. De látjátok, mindenhol nagyon ez majd szintet lépek, valami legyen jobb, élhetőbb, több örömet nyújtson. Nézzük a tarot kártyákat.
van ez a tenni akarás, a kitartás, mondjuk a kitartás már volt, de a méhecskékkel jön ez a szorgalom, ez az aprólékos, sziszifuszi dolog, igen, oda teszem ezt is, azt is, azt is, egészen addig, amíg fel nem épül az, amire vágytok. Tehát nagyon határozottan és céltudatosan és nem mellesleg magabiztosan mentek majd végig ezen az úton. Ha ez eddig nem így volt, nem sikerült, akkor most lesz itt az ideje, hogy ez tényleg olyan formában is történjen meg általatok, hogy végig tudjon menni ez a folyamat, és megszülessen az, amit szeretnétek, hogy megszülessen, hogy létrejöjjön. A bolond lapjának az energiája van itt, ez megint a bolond napja, ez konkrétan ez a körbe-körbe, tehát ez pontosan azért a nulla szám, ugye a kör alakú szám, mert egy ciklus véget ért, oké, végigjárta meg, de azt akkor most csináljuk magasabb szinten, csináljuk jobban, csináljuk egy jobb eredménnyel, lehet, hogy most maradva az otthonnál, lehet, hogy felépítettetek már egy otthont, valamikor egy valamilyet, de akkor most építsünk egy újat, építsünk egy passzív otthont, vagy építsünk olyat, ami korszerűbb. Most maradva a példán, de ezt nyugodtan ültessétek át a saját életetekben, de erről van szó, tehát valamit már csináltam, valamiben végigmentem, de az nem az igazi most. Tehát akarom azt magasabb szinten, vagy kell azt most magasabb szinten is megtennem, meglépnem, hogy végigjárni az utat. Olyan energiával, hogy vannak tapasztalatok mögöttem, de azok a múlt tapasztalatai, és számtalan új dolog, számtalan kihívás, számtalan láthatatlan dolog van még előttem, mert itt a modernitás is jön, tehát ez az úttörő energia, tehát igen, tudom, hogy ez így most máshogy csinálom, és ennek most majd így lesznek újabb kihívásai, és vannak olyan tapasztalatok, amiket el kell dobnom, tehát azért ez is itt van. Ezt már hallottuk is, de most a bolond kártyával mindez megint visszaköszön. És kell hozzá, lesz hozzá ez a naív gyermek, megint itt van ez a gyermekiség, ez az öröm, ez a... Igen, majd jönnek a feladatok, igen, majd megoldom. Tehát... És ez a jó hozzáállás, mert ez lehet, hogy tipikusan az az eset, amikor az ember azt mondja utólag, hogy hú, de jó, hogy nem tudtam, hogy ez ilyen lesz, meg ennyi kihívás lesz, mert akkor biztos, hogy nem kezdtem volna bele. De jó, hogy nem tudtam, mert igazán feladni se akarnád, tehát azt se szeretné, hogy ne kezdjem bele, és ne legyen meg az eredménye, de könnyebb volt úgy végigcsinálni, hogy nem teljesen tudtam, hogy mi minden kihívás vár rá. Tehát tud az könnyebbséget adni, és ti is ne agyaljátok akkor ezt túl, ne akarjátok tudni itt az előttetek álló nehézségeket, menjetek és csináljátok, a szívetek vinni fog titeket. Itt van Imhotep is, ő is segíteni fog, vagy hoz az új meglátásokat, az új elképzelésekbe segít kitalálni, még inkább ráérezni, hogy mi az, ami egy-egy adott helyzetben a lehető legjobb megoldás a továbbhaladásra, a továbblépésre, az előrejutásra. Azokban az esetekben, amikor már jönnek ezek a váratlan, ismeretlen terepek ezen a régi, de mégis új úton. Akkordok 7-es és a kehely 9-es, ami milyen érdekes páros. Hát, mint a kicsit erről beszélne, igen, hogy hát jobb is, hogy vannak dolgok, amik a homályban maradnak, és úgymond a sors az úgy nem mond igazat felőle, vagy eltakarja előlem az igazságot, a kihívásokat, hogy mi minden zajlik a háttérben, meg a színfalak mögött, vagy mi minden bár még rám, mert így jobban tudom élvezni az utat. Mert így jobban tudom élvezni azt, ami történik, tehát könnyebben meg tudom osztani a dolgokat. Jó, tehát tényleg ne feszekessetek dolgokat. Persze nyilvánvalóan kell a tudatosság, tehát nem azon van szó, hogy ne dugjátok homokba a fejeteket, tehát amikor ott vagytok, akkor legyetek nagyon tudatosak, akkor legyetek nagyon kíváncsiak, figyeljetek tényleg, ugye ti itt a levegőelem vagytok, tehát azért nektek ezt egyébként sem kell mondani, nektek ez sokkal könnyebben ment, mint másoknak, úgyhogy talán nem is kell ezt sem túlragozni. Ezt a kíváncsiságotokat, tartsátok meg, és ezt hozzátok. De igen, tehát lesznek ilyen kihívások előttetek, amiket nem tudtok látni előre, amit talán nem is mondanak el nektek előre, de nem is kell. Nem is kell. Azért van itt nektek Imhotep, azért van itt nektek a Szív Portál kártya, hogy ez majd akkor, amikor abban benne vagytok, akkor tud segíteni. Ezeket nagy valószínűséggel így előre
nem is tudnátok letisztázni magatokba, hiába is keresnétek, vagy kutatnátok így előre, hogy milyen buktatók lesznek. Ez egy teljesen új terep a számotokra, tehát valószínűleg csak nagyobb káosz lenne. És valószínűleg el tudna titeket úgymond gáncsolni, hátráltatna titeket, hogyha olyan dolgokat is feszegetnétek, amit most még egyszerűen nem tudtok, ti nem tudtok látni, vagy érteni, vagy nem tud hozzátok eljutni valamiért az információ. Sajnos jönnek fals információk is, de ez nem, alapvetően nem fog titeket meggátolni, és minden új dologban ez borítékolva van. De egyébként, amikor oda juttok, tehát ugyanúgy meg lesznek azok az emberek, akik segítenek, akik támogatnak, akik tudnak nektek irányt mutatni, akár a lelkesedésetek törne meg, akár a hitetek, bármitek, akkor azt úgymond újra tudják tölteni. Tehát nem feltétlenül kell ám ezt az utat egyedül végigjárnotok. Hát ugye egyébként is mondtuk, hogy vannak itt emberek, de eddig inkább ugye azt láttuk, hogy ti segítenétek, ti támogatnátok valakit, de titeket is fognak. De talán pont mások jelenléte, pont az, hogy másokért gondol, tesztek dolgokat, de itt van egy nagyon nagy szeretet energia, megint nézzétek, egy ilyen kirobb energia, ami megint így fölül tud emelni titeket minden problémán. Egyszerűen a szívetek visz tovább ezzel kapcsolatban. És ez jöhet a ti elköteleződésetekből, illetve jöhet abból is, hogy tényleg mások ott vannak, segítenek és támogatnak. Vannak igen, akik nem feltétlenül jól állnak a dolgokhoz, és nem feltétlenül titeket akarnak elgácsolni, egyszerűen csak önmagukat adják, és tőlük most ez az a lehető legtöbb, amit adni tudnak, hogy nem őszinték, nem együttműködőek, saját elképzelésük van, adott esetben a saját pecsenyeiket sütögetik. De velük igazániból nem kell foglalkoznod, ha sikerült megoldani, ha sikerült rajtuk tovább lépni, akkor nem kell tovább ezzel foglalkoznod, nem fognak komolyabb fennakadást tudni okozni, ezt most megint rosszul fogalmaztam meg, de remélem értitek, nem fognak megakasztani titeket, még ha akarnának, akkor sem, de teljesen mindegy, hogy akarnak vagy nem akarnak. Megint itt van egy kelyhek tízes. Ez a család, az otthon, a fészeknek a megteremtés, ez nagyon itt van. És nagyon itt van az is, hogy nagyon elegetek lehet már egyébként, bár itt most pont azt látjuk, hogy milyen türelmesen teszitek és csináljátok tényleg, mint a szolgálmas méhecske. De azért valahol egyébként mentálisan nagyon elfáradhattatok már, és ez nagyon elegetek lesz már a végén a dolgokból, de én ezt itt a kártyákban úgy látom lecsapódni, hogy nagyon meg fogtok könnyebbülni, amikor a mentális terhét mindennek a történésnek egyébként majd letehetitek, mert persze, hogy mi este elértétek az érzelmi célotokat, és itt van, hogy célba értem, akkor ez egy nagyon erős mentális megfelszabadulás lesz. Tehát a buksi fejeteket ez nagyon lefogják, persze itt a tudatosság itt volt, tehát végig ez itt volt, és tényleg álljátok itt a sarat, és a kihívásokat, és most megint látjuk Botok hetes kártyája, ugye? Tehát ezt tudjátok, mindig elmondom, ez a Botok hetes mutatja, hogy sok dolog hat ellenetek, sok körülmény játszik ellenetek, de ti, és pontosan amit itt láttok, de ti álljátok ezt a helyzetet, tehát nem tud kifogni rajtatok bármi, ami ellenetek irányul, vagy az ügy, vagy a dolognak ellent tudna hatni, azt ti hatástalanítjátok, tehát kezelitek, jól kezelitek a helyzetet, a szituációt, bármi jön, bármi közbe jön, azt meg tudjátok oldani. Mert nagyon jó helyzetben leszek, tehát egy ilyen nyertes helyzetet mutat, igen, problémás helyzetet, de amikor van egy olyan jó pozíciótok, úgymond, amivel mindezt tudjátok közömbösíteni. Egyébként ez így külön egy speciális üzenet is azoknak, akiknek mondjuk ez az újra történet, ez mondjuk azért játszódik a család körül, vagy olyan körülmények között játszódik a család körül, hogy valahogy valamilyen oknál fogva azt elvesztettétek, és most valahogy úgy egyedül kell helytállnotok.
hogy ez is menni fog, hogy helyt tudtok állni bizonyos támogató családtagok nélkül, és nem biztos egyébként, hogy az utóbbi időkben is támogatóak voltak, mondom inkább, hogy olyan családtagok nélkül is, akik mondjuk jó esetben, ideális esetben mondjuk titeket támogatnának, és ott lennének még mellettetek, nincsenek ott, egyedül kell helyt állnotok, akkor nektek is sikerül ugyanúgy túl jutni ezeken a nehézségeken és ezeken a kihíváson, és ez nem fog örökké így tartani, nem lesz örökké ilyen nehéz, nem lesz örökké ilyen, hát ilyen sok kihívással teli a számotokra. Na nézzünk végezetül nektek is egy motivációs üzenetet, és nektek is mondom, hogy várom a kommentekben a hozzászólást azzal kapcsolatban, és hogy szeretitek-e ezeket a motivációs üzeneteket, kártyákat, és már közben meg is érkezett a tietek, úgyhogy olvassuk. Az univerzum gyorsabban dolgozik, amikor élvezem az életet, mert hát erről itt azért már sok szó esett, hogy élvezitek, hogy jobban élvezni szeretnétek az életet, hogy ezen dolgoztok. És akár itt már közben is, miközben úton vagytok, talán hogy hogyan éljétek az életeteket, talán már az első pillanattól kezdve ez itt van, ez megint itt van a szivárvány, tehát ez a több móka, ez a több kacagás, ez a boldogabb, felszabadultabb élet. Hogy a dolgok ne csak nehézségből, problémákból és kihívásokból álljanak, és igen, belekezdek megint valamibe, ami valahol kihívás is lehet, de szeretném jobban csinálni. Jó lenne, hogyha az nem lenne olyan nehéz. És hát kifejezetten örömteli lenne. Na, ezt is elérhetitek. Ezt is fogjátok tudni. És tulajdonképpen ez is nagyon benne van a dologban, mert bármi is a tervetek, az elképzelésetek, az biztos, hogyha azt örömmel, lelkesedéssel, energikusan teszitek, lendületesen, dinamikusan teszitek, amit nagyon itt volt Imhotepben, bizony akkor az univerzum is gyorsabban dolgozik, hamarabb szállítja az eredményeket, hamarabb hárítja az akadályokat, ha vannak egyáltalán. No hát, kedves ikrek mérlek vízöntő jeggyel rendelkezőek, ennyi volt a ti üzenetetek erre a 3 hónapra, ami az őszi napi egyenlőséggel veszi kezdetét, és ugye majd a téli napfordulóval ér véget. Egyébként akkor majd jelentkezem az arra az időszakra szóló videóval is, úgyhogy iratkozzatok fel mindenféleképpen, ha még nem lennétek, de hasonló tartalmak, vagy akár konkrétan az ilyen tartalmak érdekelnének titeket. Remélem, hogy találkozunk is valamelyikben. Legyen így. Sziasztok!